2018. április 21 napján Nagy Bálint vádlott barátnőjével, Kis Dórával, valamint testvérével, Nagy Patrikkal az esti órákban szórakozni indultak Tamásiba. Buliba indult barátnőjével a 20-as évei elején járó vádlott, csak hogy mielőtt beült az autóba, megivott két üveg sört, erről pedig az utasainak nem szólt. Ez az alaptörténete annak a bírósági szimulált büntetőpernek, amit statisztákkal eljátszva a szexuális törvényszék, a Tamási Járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szakemberei állítottak össze középiskolás diákoknak. Megkérdeztük a gyerekeket, nekem van egy 16 éves öcsém, és megkérdeztük őket, hogy milyen téma lenne az, ami őket leginkább érdekelni. És mivel ők jogosítvány megszerzése előtt állnak, ezért azt mondták, hogy ez az a téma, amit igazából az iskolában nagyon nem tudnak erről kérdezni, nem tudnak beszélgetni róla, nem kapnak olyan segítséget, mint amit tőlünk kapnának, és így gondoltuk tovább ezt a történetet, hogy akkor egy perszimulációban szeretnénk nekik ezt megtanítani, megmutatni. Nagyon jó volt az autóban a hangulat, beszélgettünk, nevetgéltünk, tényleg nagyon jól éreztük magunkat. Próbálunk aztán olyan témákat keresni, ami érdekelheti őket, mint amilyen ez is. Tulajdonképpen, ahogy azt a Bianca elmondta, az ő jelzésük alapján készült ez a perszimuláció is, de alapvetően azért elég aktívak tudnak lenni. A történet szerint a három fiatal közös estéje során még az ittas vezetés ellenére is minden jól alakul. Szinte minden. A későbbi vádlott Bálint barátnője ugyanis egy pillanatra kikapcsolja a biztonsági övét, hogy hátra tudjon fordulni a másik utashoz. Ekkor Bálint elveszíti az uralmát az autó felett, ami ezért egy fának ütközik. Bálint barátnője maradandó lábsérülést szenved. Kicsit beszélik-e? A perszimuláció kitalálói nem csak a témaválasztással próbálták kifejezetten a 18 év körüli fiatalokat megcélozni, az is az alapkoncepció része volt, hogy közvetlen, közérthető módon tudjanak szólni a diákokhoz. Elsősorban az volt ezzel a célunk, hogy olyan velük egykorú szereplők legyenek, és olyan történetet adjunk nekik elő, ami velük megtörténhet. És pont ezért szerintem tök jó dolog volt az, hogy velük egyidős gyerekeket játszottunk el, és az ő életüket adtuk elő, mert hogy ebből ők következtethetnek arra, hogy velük ez bármikor megtörténhet. Azt gondolom, hogy mindenki mindent tökéletesen csinál, csak én vagyok a hibás ezért. De hát Bálint, ha tudom, hogy iszol, akkor én nem ülök be ebbe az autóba, akkor nem engedem, hogy átmenjünk Fannyért. Hát ti kértétek, hogy menjünk át. Ha ivott is sört, semmiképpen nem kellett volna volán mögé ülnie, mivel nem csak a saját életét veszélyeztette ezzel, hanem a mellette ülőkét is. Hogy a történet minél hihetőbb legyen, a vádlott különös ám az életben gyakran előforduló módon próbál védekezni. Az ügyész kérdésére válaszolva azt mondja, valami átszaladt előtte az úton, ezért rántott el a kormányt, mielőtt a fának ütköztek. Valamilyen nagyobb testű állat lehetett, egy árnyat láttam, egy árnyékot, ami így egyszer csak így az úton... Keresztben önöket? Igen. Szerintem hamisan nyilatkozott arról, hogy egy vadat látott, mivel több bizonyíték is arra utalt, hogy ez az állítása nem volt igaz, és ezzel csak magát szerette volna menteni. A perszimuláció interaktív és oktató jellegét tovább erősíti, hogy a szervezők folyamatosan megállítják azt, és egy narrátor, egy rendőr vagy egy bírósági szakértő lép be a tárgyalóterem közepére, aki átbeszéli a diákokkal, hogy mit is láttak eddig. Köszönöm. Na most kiderül reggeli pár lesz. Csak nem. Próbáltuk a gyerekeket aktivitásra bírni, és néhány olyan baleset megelőzési tanáccsal, valamint olyan rendőrséggel kapcsolatos dologgal ellátni, amiről eddig korábban nem tudhattak. Számomra az egyik legdöbbenetesebb dolog volt az, hogy a vezetői engedélye rendelkező diákok nem tudták, hogy mi az a baleseti bejelentő lap, úgyhogy itt a perszimuláció során kellett nekik elmagyarázni annak a kitöltését, illetve azt, hogy mi is ez az okmány, amit használniuk kell bármikor, amikor balesetet okoznak, vagy balesetnek a részeseivé válnak. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ha alkoholt fogyasztunk, semmiképpen se üljünk volánba, mert ilyen következményei lehetnek. Ahogy a történet a tárgyalóteremben halad előre, a diákok egyre többet látnak személyesen is azokból az elkerülhető személyes tragédiákból, amik egy-egy büntetőperig elvezetnek, és ugyanígy azt is megtapasztalhatják, mit él át a vádlott vagy a sértett egy-egy per során.
az eddigi megpróbáltatások után ez biztos nagyon felkavaró lett volna. A PERT hallgatóként végigülő Izsák Bence néhány hónapja motorral balesetezett. Számára a korábban történt hasonló személyes tapasztalatai miatt volt igazán megrázó a történet. Ez is egy olyan baleset volt, ahol pontosan nem lehetett eldönteni, hogy ki is a hibás. Én sem voltam kellően ura a helyzetnek, illetve nem mentem elég átgondoltsággal bele a kanyarba, illetve a szembejövő jármű is elég nagy sebessége jött, tehát mindkette hibások voltunk. A bíróság a mai napon megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő ítéletet. Fiatalkorú Nagy Bálint vádolt bűnös a büntető törvénykönyv 236. szakasz első bekezdésébe ütköző, de a második bekezdés B pontja szerint minősülő járművezetés ittas állapotban büntettében. Ezért a bíróságon vádoltak 1-3 hónap szabadságvesztésre és 3 év körüli járművezetésbe eltiltásra ítélik. Én egyetértek az ítélettel, amit kapott, miszerint felfüggesztett büntetést ítéltek neki, mivel nagyon fiatal, és a megbánást az több ponton is észre lehetett venni a viselkedésén, és ez kedvező neki, mivel szerintem ez egy elég nagy nyomot hagyott benne, és a tanulmányait is folytatni tudja. A Tamási Járásbíróság jogászainak és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak nem a mostani volt az első közös a fiataloknak szóló perszimulációs bemutatója, a visszajelzések pedig eddig kifejezetten pozitívak. Nagyon tetszett nekik ez az előadás, nagyon sok kérdésre választ kaptak, amit eddig nem tudtak. Pontosan erre számítottam, és nem is csalódtam. Nekem nagyon tetszett ez az egész, ez az első ilyen élményem. És nagyon örülök, hogy lehetőségünk volt arra, hogy belátást nyerjünk egy ilyen tárgyalásra.